Szervusztok! Ebben a videóban szeretnék egy pár percet eltölteni azzal kapcsolatban, hogy miért érzi sok ember ezt a feszültséget, hogy elkezd egy gyógyulni, de mégis valami szinte nagyon feszül, és olyan fura az egész. Sokszor az a feszültség ez úgy jön ki, hogy csinálod a dolgodat, van erőd, haladsz előre, de mégsem, még nincs az a pezsgőfürdős feeling. Nagyon komoly változásokon megyünk most át. Ez nem minden emberre igaz. A változás az minden kire igaz lenne, de a belső elméjük minél takarítatlanabb, annál inkább utasítja el a változást. Nagyon sokatok, akik azért jöttek ide, vagy azért vagytok itt, hogy valamilyen nagy missziót vagy küldetést vagy vigyetek véghez. Most érzed, valószínűleg éreztek egy ilyen belső feszültséget, ami egy tök jó érzés, de majdnem minden jó érzés mögött ott van valószínűleg a félelem is, mert egy komfortzónából mi ki fogunk mozdulni. Ez a félelemhez hasonló, amikor az embernek gyereke van. Tök jó, megszületett édes aranyos, de a félelem az, hogy jó szülők leszünk-e, el tudjuk-e igazán úgy látni ezt a gyermeket, ahogy azt mi bevállaltuk így a lélek szintjén. És ezzel mondom, hogy ha csak az ember a feelingből kalibrál, akkor az ember legtöbbször visszafordul. Nagyon sokunknak nagyon komoly küldetési ilyen kényszer, meg küldetési üzenet jön le most, mert azért vagyunk itt, hogy most ezt a földet, ezt az új földet, ezt mi megörököljük. Most ez a föld, ez nem úgy fog megöröklődni, hogy bemegyünk egy tökéletes, tiszta, friss, kipucolt, gyönyörű házba, és akkor ott, tudod, elengedjük magunkat, és a hintaszékbe ódákat zengünk, hanem arra szól, hogy ezt a sok francot, a több tízezer éves, tudod, rombolást, ami a mentális, ami az elmén keresztül teremtődött, ezt szépen akkor lesemlegesíteni, megoldani és fölépíteni egy úgynevezett paradicsomot. Ez a paradicsom, ez lesz majd az új föld, és akkor ennek lesznek több rétegei, több dimenziós rétegei, a negyedik, ötödik dimenzió, hatodik, hetedik, és így föl, tovább, jó? Tehát ha úgy érzed, hogy feszült vagy, meg van benned valami, de mégis mintha vinne valami erő, akkor az arról szól, hogy te mi most azért jöttünk, vagy azért vagy itt, ez azért van az a feeling, mert most lépsz ki egy úgynevezett régi ilyen matrix rutinból. A rutin, tudjátok, mint mondtam sokszor, ha nekem a szavak nagyon sokat jelentenek, mert ismerem a pszichológiát. A rutin az nekem azt jelenti, hogyha a komforttal össze van kötve, hogy az ember egy ilyen jelentéstelen életet él. Unalmas, ismétlődő, jelentéstelen. Nagyon fontos szó, tudod, elsiklik az ember feje fölött, mert nem látjuk a jelentőségét. Amikor ti érzitek ezt, hogy valami hajt, de nem tudod, mit kezdjél vele, és kicsit félsz is, de úgy mész is, az azért van, mert ezt a jelentéstelenséget, amiről már Plato beszélt nagyon sokat, meg a rengeteg filozófus, azok az évek elmúltak. És akkor jön a félelem ennek az eszméletlen küldetésnek, vagy a missziónak a bevállalása. De amint emlékeztek, mindig mondtam, hogy ezt nem egyedül kell, hogy csináld. Ez az ego trükk. Az eleve az ego azt mondja, hogy az életcél az kamu. Azt mondja, hogy az életcél, ez egyedül fogod akkor elérni, és ezek a félelmek, a bennünk lévő romboló hiedelmek, amit az ego táplál. Mondtam, az ego nagyon aljas, minél mélyebbre mész, annál ilyen ördögibb. Jó? Az életcél jön most a felszínre, a küldetésünk jön a felszínre, és nem fogod tudni egyedül csinálni, ezért nem is szabad azt hinned, hogy egyedül fogod csinálni, és nem is kell egyedül csinálni. Megfogjuk egymás kezét, és összetesszük a fejünket, szívünket, mint ahogy ezt említettem. Jó? Erről fog szólni, és erről szól.
Vannak olyan emberek viszont, akik nem ezen az úton járnak, azok az emberek nem fogják meghallani ezt a fölső üzenetet, és nem is fogják meghallani a te üzenetedet. Tehát azért kell átérezni ezt, és követni a te utadat. Még akkor is, hogyha az árnyék oldalon úgy érződik, hogy ez önző, vagy az árnyék oldalon úgy érzed, hogy ez felelőtlen, nem felelőtlen. A legnagyobb felelősségünk, amit ugye teljesen félre lehet értelmezni, az az, hogy a teremtő és a lélek szerződés által megélt dolgokat betartsuk, magunkon dolgozunk, az elme kitakarításával egyre magasabb tudatossági szintet tudunk elérni, és azzal a teremtőt és az új emberiséget szolgálni. Oké, további szép napot, szervusztok!